művészeti szakközépiskola kürtösei kezdték az ünnepséget. 15 éve hagyomány, hogy a megyei önkormányzat is megemlékezik Szatmárcseke híres szülöttéről, Kölcsey Ferencről és a himnuszról. Jövőre 200 éves lesz a himnusz születésnapja, ez különös felelősséget ró, azt gondolom, valamennyiünkre, a megyei önkormányzatra is. Igyekszünk erre is megfelelőképpen felkészülni, és olyan programokkal az egész év során, olyan eseményekkel gazdagítani ezt a 200 éves jubileumi évfordulót, ami méltó Kölcsey és a himnusz emlékezetéhez. Az ünnepségen jelen volt Fáy Péter, Kölcsey Ferenc kései leszármazottja, aki arról beszélt, hogy sokszor rossz időpontban hangzik fel a himnusz. A rendezvényeknél is nagyon sokszor van, amikor először kezdődik a himnusz, azzal kezdik. Pedig nem azzal kell kezdeni. A himnuszt akkor kell elénekelni vagy meghallgatni, amikor már azon az ünnepségnek a lelkünk oly magasztossá válik, hogy akkor jöhet a himnusz. Hisz az Isten tiszteleteken is mindig a végén történik a himnusznak az eléneklése, mert addigra leszünk a lelkiekben olyan magasra emelkedve, hogy na jó, jöhet a himnusz. A nemzeti imádságot Pregicel Fruzsina színművész idézte meg a megyeházán. Isten áld meg a magyart! Jó kedvel, bőséggel. Jelen volt Kölcsey Ferenc szülőfalujának, Szatmárcsekének jelenlegi polgármestere is, aki azt mondta, számukra élethivatás a himnusz. Hogy kötelességünknek érezzük ápolni örökségünket, még akkor is, ha ezt némelyek avitnak, idejét múltnak hirdetik. Lehet minket ezért lenézni, lehet ostobának is nevezni, de a mi gyökereink erősebbek az övéknél. Minket nem kap fel holmi nyugati szél, mi a magyarságunkat, kultúránkat nem eljátsszuk, hanem megéljük. Nálunk a himnusz ima, mely a nemzet összetartozását jelképezi, melynek nem szab határt az ország határ. Velecki Ramona a múlt évben országos énekverseny nyert művészet és diák is énekelt az ünnepségen, ahol szó esett Erkel Ferencről és a himnusz megzenésítéséről is. 1844-ben Bartai Ede, a Nemzeti Színház igazgatója 20 arany fejében pályázatot hirdetett a himnusz megzenésítésére. Ennek a történetében nem mennék bele, annyit jegyeznék csak meg, hogy a zsűriben a bírálók között Vörös Marti és Szigligeti Ede foglalt helyet, 13-an pályáztak. Végül is a Pesti Divatlap 1844. június 15-én írta meg, hogy Erkel Ferenc nyerte ezt a pályázatot. Az ünnepségen felszólalt és előadást tartott Csé Varga István irodalomtörténész, az ELTE professzor emeritusa, aki a himnusz művészi lelki hatásairól is beszélt. Nem csak valóságismeretünket, nem csak önismeretünket erősíti, hanem a befogadót jóra, szépre, igazra, szent dolgokra is indítja a himnusz. A legtöbbre képes ez a szent ima, imádság, lelki erőt ad az éneklőnek, a befogadónak. Ennek a csodálatos, valójában az idő fölé emelkedő nemzeti imádságnak az örökösei vagyunk. Az ünnepség végén a résztvevők megkoszorúzták a megyeháza előtt álló Kölcsey szobrot.